A mostani videóban 21 olyan testi tünetről lesz szó, amely egy vagy több tápanyagnak a hiányát jelzi. Szeretettel köszöntök mindenkit! A videóban tárgyalt tünetek jellemzően egy vagy több tápanyagnak a hiányára utalnak, de fontos azt is tudni, hogy általában egy tápanyagnak a hiánya más tápanyagok alacsony szintjével is összefügg. Tehát minél több tünet van jelen nálad az ebben a videóban elhangzottakból, annál inkább jelzi a szervezetet, hogy általánosan tápanyaghiány van. Fontos még azt is megjegyeznem itt az elején, hogy ezeket a tüneteket ugye másokon is észrevehetjük, ezért fontos, hogy ne kezdjünk el másokat vizsgálgatni, elemezgetni, vagy megmondani nekik, hogy mi a bajuk, mit csináljanak, mit szedjenek, mit tegyenek, mert sokan még nincsenek felkészülve a változásra. Mielőtt rátérnék a konkrét tünetekre, nézzük meg, hogy mi miatt alakul ki az esetek döntő többségében a különböző tápanyagoknak a hiánya. Először is, mivel a tápanyagok jelentős része a belegben hasznosul, ezért a tápanyaghiány 90%-a a rossz bélfelszívódás miatt van. Itt lehet leromlott bélflóra, áteresztő bél, valamilyen bélgyulladásos probléma, vagy például síbó. Ebben az esetben a megoldás a bélrendszer rendbetétele, amire a legjobbak a húslevesli, a kollagén, az L-glutamin, a zöldségek, illetve az erjesztett zöldségek, kivéve síbó esetén, mert ott ugye inkább célszerű elhagyni a zöldségeket, továbbá a kefir, a probiotikumok és a rendszeres bőjtölés. A másik oka a tápanyaghiánynak a sok szénhidrát, illetve ezzel összefüggésben az EPSAV hiány. Ha valaki általában sok cukrot, sok szénhidrátot fogyaszt, akkor kevés magas állati zsírt eszik. EPSAV hiány pedig a hosszú ideig fennálló alacsony állati zsír bevitelétől jelentkezik a legtöbbször, ugyanis az EPSAV termelődését az állati zsír serkenti. Itt a megoldás a magas állati zsírtartalmú ételek fogyasztásának a megemelése a táplálkozásunkban, a májfunkciók javítása, a szénhidrátbevitel csökkentése, illetve ha szükség van rá, az EPSAV tartalmú készítmények szedése. És a harmadik gyakori oka a tápanyaghiánynak, hogy nem fogyasztunk tápanyagokban, vitaminokban gazdag ételeket. Tápanyagok, vagy legalábbis jól hasznosuló formában, általában abban vannak, ami él, amiben élet van. Élet van a húsokban, az erjesztett zöldségekben, a tojásban, a tejtermékekben, a zöldségekben, a gyümölcsökben. Itt a megoldás az élő ételek fogyasztásának a megemelése, illetve a táplálkozásunk kiegészítése koncentrált ételekkel, étrendkiegészítőkkel, ilyenek például a méhpempő, a mikroalgák, a virágpor, a búzafűlé, a szőlőmagörlemény, a kolosztrum, a hidrolizált kollagén, vagy a sörélesztő pehely. Most pedig nézzük a 21 tünetet, melyek megoldásához az első fontos lépés mindenképpen az előbb felsorolt három probléma rendezése, megoldása, illetve mindegyikhez további megoldásokat is fogok mondani. Az első gyakori, sokaknál jelentkező probléma a vérző fogény, vagy a nagyon vörös fogény. Ez egy klasszikus C-vitamin hiánytünet. Itt a megoldás a C-vitamin bevitele, nem aszkorbinsavval, hanem élő ételekkel, zöldségekkel, paprikával, citromlével, savanyú káposztával, vagy ott vannak a bogyós gyümölcsök is. Itt fontos azt tudni, hogy a C-vitamin és a cukormolekula nagyon hasonlítanak egymásra, ezért egymás versenytársai a felszívódás során, tehát ha a C-vitamin sok cukorral, sok szénhidráttal fogyasztjuk, nem sok fog belőle felszívódni, mert a cukor agresszívebb, azt fogja a szervezet inkább felhasználni, így a C-vitamint mellőzi. A lábgörcs, ásványanyag hiány, elsősorban magnézium, de alacsony lehet a kálium és a nátrium is. Magnéziumot élő zöld ételekkel, leginkább zöldlevelei zöldségekkel tudunk hatékonyan bevinni, étrendkiegészítő formában pedig a magnézium citrát és a magnézium biszglicinát, talán a két legjobb. Az ingerlékenység, a túlzott gondolkodás, az idegesség, a feszültség, a nyűgösség, B1 vitamin hiány. A B1 pótlására a legjobbak a sörélesztő pehely, a mangalicahús, a spirulina alga és a napraforgó mag. A körmökön megjelenő fehér foltok vagy csíkok cink hiányra utalnak, melynek hátterében általában a túl sok szénhidrát, a túl sok cukor
bevitele áll. Ha ránézel a körmödre, az adott körmödre, és mondjuk látod, hogy a körmöd közepén ott van egy fehér vonal, akkor a vonal elhelyezkedéséből meg lehet azt nagyjából állapítani, hogy pontosan mikor volt az, amikor rengeteg édességet, szénhidrátot, cukrot ettél, ami jelentős mértékben lecsökkentette a cink készleteidet arra a pár napra, tehát amikor a fehércsík ugye megjelent a körmön. Itt a megoldás még pluszban az elején felsorolt három mellett, a cink pótlása ételent kiegészítővel. A zsíros bőrhölgyeknél azt jelzi, hogy túl sok androgén, túl sok férfi hormon van a szervezetben, melynek hátterében általában szintén a sok szénhidrát és áll, illetve a cink hiány. De lehetne még egyéb nyomelem hiányról is összefügghet. Itt a megoldás még pluszban a cink és a nyomelemek pótlása. A repedezett bőr, például az ajkaknál, vagy mondjuk a sarkak kirepedezése, az B-vitamin hiány, főként B2 és B3, illetve a téli bőrrepedezettség, például az ujjaknál, az D-vitamin hiányjal is összefügg. Ugye a B-vitaminok szintje is a sok cukortól, a sok szénhidráttól csökken le. Jó B-vitamin forrás a sörélesztőpehely, a D-vitamint pedig cseppek formában célszerű alkalmazni a téli időszakban. A hámló bőr, például gyakori itt az orrhajlatban, vagy a homlokon, omega-3 hiányt jelent, ami az általában társul a sok omega-6 bevitele is. Itt a megoldás a halételek megemelése a táplálkozásban, a jó minőségű omega-3 tartalmú készítményeknek a szedése, alkalmazása, és a magas omega-6 tartalmú olajoknak a mellőzése. A szemöldökszőrzet hullása, vagy teljes elvesztése, pajzsmirigy probléma, vagy alacsony jódszint. Itt a megoldás a jódnak a pótlása, melyre a legjobbak a mikroalgák, azon belül a kelp alga, vagy a másik nyelv a kelp hínál. A pajzsmirigy alulműködés esetén a legfontosabb mikrotápanyag a szelén. A krónikus köhögés, illetve a toroknál, a nyaknál az összehúzó érzés a legnagyobb valószínűséggel kálcium hiány. Itt a megoldás a kálcium pótlása, például kálcium laktáttal vagy citráttal, de a kálcium hasznosulásához sóra, azaz nátriumra is szükség van. A szem szárasság, vagy ha nehezen látunk éjjel, az A-vitamin hiány. A-vitamint állati eredetű ételekkel tudunk pótolni, májételekkel, tojással, vajjal, halételekkel és sajtokkal. A lábak vizesedése, az ödéma, sok mindentől lehet, de az alapoka a kálium hiány. Ide tartozik a puffadás más testrészeknél is, például a szemeknél, ugye itt a megoldás a több zöld színű zöldség fogyasztása, mivel a zöldségekben van sok kálium, illetve a kálium pótlás italporokkal, például ajánlom figyelmetbe az elektronikot. A merev, gyakran fájdalmas hát, derék vagy váll, sok mindennel összefügghet, de szinte biztos, hogy D-vitamin hiány is áll a háttérben, főként ha a fájdalom és a merevség a téli időszakban fokozottabb. Itt a megoldás a D-vitamin pótlása nagyobb dózisban, illetve szedjünk mellé K2 vitamint is. A D-vitamint és a K2-t ideális zsírosabb ételekkel étkezés közben bevenni. Hátfájás, derékfájdalom, térdés, csípőfájdalom esetén megtámogathatjuk a D és a K-vitamint, kollagénnel, zöldkagylóval és méhpempővel is. A jobb nyakrésznél, várrész környékén jelentkező feszülés, esetleg fájdalom, epe problémát jelez, például kevés az epesavunk, vagy nem áramlik ki rendesen a májból az epesav. A megoldás itt a máj, illetve az epe funkciók javítása, magas állati zsírtartalmú ételek fogyasztásának a megemelése a táplálkozásban, továbbá az epesav tartalmú készítményeknek a szedése, mint amilyen például a galmet. A rémálmok vagy a furcsa intenzív álmok hátterében B-vitamin, elsősorban B1 vitamin hiányál. B1 pótlására, hogy az ingerlékenységre már soroltam, a legjobbak a sörélesztőpehely, a mangalicaús, a spirulinalga és a napraforgóma. Az általános gyengeségérzet, az izomgyengeség, vagy ha gyorsan elfáradunk például lépcsőzésnél, az elsősorban ásványhiányt jelez, legtöbbször nátrium, azaz só, illetve még a kálium és a magnézium hiánya is jelen lehet. A megoldás itt a több só bevitele, például a tengeri sóval, illetve a kálium és a magnézium pótlása ásványanyag tartalmú italporral. Izom gyengeségnél E-vitamin hiány is van valószínűleg. A melkasi fájdalom, ami kisugárzik a bal kézbe, az szinte biztos, hogy
E-vitamin hiányjal függ össze. Az E-vitamin hiányát a sok gabona étel fogyasztás okozza a legtöbb esetben, tehát a megoldás első lépése itt is ezek elhagyása. Ha E-vitamint pótolunk étrendkiegészítővel, akkor tokotrienolokat szedjünk, és ne csak tokoferolt. A merevedési zavar férfiaknál sok mindennel összefügghet, de biztos, hogy ott van a háttérben az alacsony tesztoszteron szint is, melynek oka az alacsony nitrogénoxid és cink szint. Tehát férfiaknak merevedési zavarok esetén a cink pótlására is gondolni kell. Tehát, hogy nemrég készítettem egy videót a merevedési problémáról, javaslom azt is megtekinteni. A depresszió, a szorongás, a pánik szintén sok mindennel összefügghet, de mindhárom alapfő oka a B-vitamin hiány, kiemelten a B1, melyet a leromlott bélflóra okoz. Ugye a bélbaktériumok B-vitaminokat is előállítanak. A megoldás első fontos lépése mindháromnál a bélflóra rendbetétele, probiotikus ételekkel, probiotikumokkal és rendszeres bőtöléssel, továbbá a B1 vitamin pótlása nagy dózisban. Ugye nem említettem meg mindegyik tünetnél külön-külön, de a videó elején elmondtam, hogy ezeknek a különböző hiányállapotoknak, szinte mindegyiknek a három fő oka, amiről a videó elején beszéltem, a leromlott bélflóra, a sok szénhidrát és a kevés állati zsír bevitele, továbbá a tápanyagszegény, vitaminszegény táplálkozás. Tehát itt is hiába kezdjük el rendbetenni a bélflórát és több B-vitamint fogyasztani, ha közben a szénhidrátot, a gabonákat, a sok cukrot nem csökkentjük, ugyanis ezek okozzák a bélflóra állapotának a leromlását és a B-vitamin hiányt. Szorongás, pánik és depresszió alatt a B-vitaminokon túl D-vitamin hiány is fennáll kisebb-nagyobb mértékben általában az embereknél. A fülben jelentkező dobogás érzett lefekvéskor a kálium hiány jele, a megoldás a kálium pótlása ásványi anyag tartalmú italporral, illetve a zöldségbevitel megemelése a táplálkozásban. Ugye ezt a hiányt is a sok cukor, a sok szénhidrát, a sok gabona étel okozza. A jég, illetve a jeges italok iránti vágy a vas hiány jele, ez a tünet gyakori hölgyeknél, ez az érzés a vas hiányát jelzi, vasat érdemben vörös húsokkal, májételekkel és tojással tudunk pótolni. És végezetül a negatív kognitív változások, mint a memóriaromlás, koncentráció csökkenése, illetve az agyi köd, szintén sok mindennel összefügghet, de a háttérben ott van a szelén hiány és az acetilkolin csökkenése. A megoldás első lépései ebben az esetben ugye a szelén bevitel étrendkiegészítővel, illetve a kolin szint növelése tojással és méhpempővel többek között. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!